Gyerekkorom óta ötvös szerettem volna lenni, mindig vonzottak az ékszerek, a drágakövek. Most 40 éve, hogy végeztem, mint ötvös aranyműves. És ez alatt a 40 év alatt képeztem még magamat, több évet töltöttem drágakő ismerete határozói tanfolyammal, és a drágakövekkel való találkozás meghatározta azt az irányt, amerre én elindultam. 16 éves az üzletem, és akkor is tudtam, hogy valami mást kell mutatnom, mint az átlag ékszerek, és természetesen a kövek, ásványok, drágakövek felé fordultam. Amikor jártam a drágakő tanfolyamokra, iskolákban, mindig néztük a különböző lelőhelyeket. Nekem ezek ilyen elérhetetlen, távoli, romantikus, kalandos helyszíneknek tűntek, hogy Boplói bánya, vagy Csantaburi Tájföldön, vagy Tanzánia, Tájföld után esetleg Burma, Mogoka, a nagy híres Rubin bánya, és ilyen helyekre eljutottunk. Sokat utazunk a férjemmel, és ezeket az utazásokat drágakő bányák meglátogatására fűzzük föl, illetve nagy drágakő és ékszervásárokra látogatunk el, például Hongkongban. Ott keressük a különleges drágaköveket. És nekem az egyik hitvallásom, az egyik célkitűzésem az, hogy megismertessem a vevőimet a drágakövekkel, a különleges kövekkel. Mindig el is mondom, hogy egy-egy ékszernek mi a története, honnan származik ez a kő, ez az ásvány. Dolgozom még igazságügyi ékszer és drágakő szakértőként is, és nekem ez fontos, hogy aki hozzám bejön, az tudja, hogy maximálisan megbízhat bennem, a munkáimban. Ő azt fogja kapni, amit én ígérek, illetve amit ő szeretne. A különleges kövek közül talán a legérdekesebb számomra a rutil kvarc. Tehát ez egy egyszerű kvarc kristály, amiben belenőtt egy másik ásvány, a rutil ásvány. És ez egy olyan szép zárványképet ad, amit a kőcsiszolók is felismertek, és ez alapján csiszolják már meg a drága követ. Tehát ez is egy brazil csiszolónak a munkája. Ez egy klasszikus fazon egyébként, a kő egy gömbölyű, úgynevezett kaboson csiszolás uzafér. Ezt is Sri Lankán vettem, a Ratnapura nevű bányánál. És nincs fazettára csiszolva, pontosan azért, mert ez egy ilyen optikai képet ad, ez a kő. Tehát egy szép csillagalakzatot látunk, hogyha rávetül a fény. Nagyon értékes kövek ezek, mert hogy ritkán fordul elő, és a csiszolónak kell meglátni a lehetőségeket a kövekben, hogy milyen formára csiszolja, hogy a legoptimálisabb színhatást, illetve képet, zárványképet előcsalogassa a kövekből. Tizenhat éve nyitottam az üzletet itt a Falkmiksa utcában, és én akkor is, meg azóta is, most is erre nagyon büszke vagyok. Tehát ez egy olyan utca, aminek neve van, hírneve van, ide célzottan jönnek turisták, néha rendezvényeket is tartunk, amit érdemes meglátogatni. Ez egy nyitott, szép utca tele galériákkal. A Falkmiksa utca egy kis falu. Mondhatnám, ismerjük egymást, segítjük egymást.